Drágul a kötelező biztosítás, de a vártnál kisebb mértékben. A kihirdetett díjak átlagosan 8-10%-kal növekedtek, de található 30%-os különbség is. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás módozatot Magyarországon törvény szabályozza. Minden arra kötelezett járműnek rendelkeznie kell vele. Gépjármű adásvételkor a kötelező biztosítás kötés határideje megszabott, sőt azt is előírja a biztosítási törvény, hogy adásvétel esetén minden esetben új szerződésnek kell készülni, mégpedig az új tulajdonos vagy üzemben tartó nevére. Amint tehát az új tulajdonos birtokába kerül a gépkocsi, abban a pillanatban rendelkeznie kell a kötelező biztosítási szerződéssel, az eladó biztosítása pedig ekkor hatályát veszíti. Adásvételkor a kötelező biztosítás kötés határideje, tehát az a nap, melyen a gépjármű tulajdonjoga változik. Nagyon kell ügyelni erre az időpontra, mert amennyiben az új tulajdonos vagy üzemben tartó megfeledkezik a kötelező biztosítás megkötéséről, akkor még az is megtörténhet, hogy egy ellenőrzés nyomán a forgalmi engedélyt bevonják. Ezen kívül pedig még más kellemetlenség forrása is lehet a kötelező hiánya, mivel a magas bírság mellett még a biztosítás nélküli napokra fedezetlenségi díjat is kell fizetni, ami szintén igen nagy összegre is rúghat. Kulcsár Viktória biztosítási szakértő a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát nagyon mozgalmas hónap elé néznek a biztosítótársaságok így novemberben. Igen, tehát ez a hónap még mindig azt mondom, hogy az átkötési kampánynak a hónapja, és még a december is ugye ennek a lecsengése. Ugye nagyon sokan vannak már azok, akik 2010 után vásároltak gépjárművet, és ugye a biztosítási évfordulójuk január 1-ről áttevődött arra az időpontra, amikor megvásárolták a gépjárművet. Ez ugye a jobbik eset, mert van, aki azt nem tudja, hogy a megvásárlás pillanatában már neki meg kell kötnie az új kötelező biztosítását, és van úgy, hogy csak napokkal később jelentkeznek, és akkor derül ki, hogy ugye a vásárlás dátuma plusz azon nap között fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amíg ugye nem rendelkezett kötelező biztosítással. Ezek szerint, akik 2010 után vásároltak gépjárművet, azokra nem vonatkozik ez a november 30-ai dátum, hanem a saját vásárlási időpontjukhoz viszonyítva kell 30 nappal korábban jelezni, hogyha váltani akarnak? Így van. Tehát a január 1-es időpont az 2010 előtti szerződésekre érvényes, illetve nagyobb cégek esetében a gépjármű flottáknak az évfordulója január 1 még. Akik 2010 után vásároltak, ott pedig nagyon figyelniük kell arra, hogy ugye a vásárlás napja jó esetben, vagy azt követő pár napon belül van ugye a kötelező biztosítások évfordulója, tehát előtte 30 nappal kell gondoskodni arról, hogy fel legyen mondva, a biztosítás is ugye egy újat tudjanak esetleg nézni, hogy kedvezőbb díjjal. A biztosítók viszont január 1-ével módosítják a díjaikat. A díjak folyamatosan változnak pontosan amiatt, hogy ugye 2010 óta folyamatos díjhirdetés van az adott évben, viszont ilyenkor még november 1-ével kerül kihirdetésre ugye a január 1-es díjtarifa, ami még mindig körülbelül egy ilyen 1,5 millió autóst érint ma Magyarországon. Minek köszönhető a most várható díjemelkedés? A díjemelkedés kedvezőbb lett egyébként az előre megjósolt 10-15%-hoz képest. Az előzetes kalkulációk szerint, amit ugye most így a hosszú hétvégén meg tudtunk mi is csinálni, illetve próbáltunk ugye előtarifálásokat végezni, azt mutatja, hogy egy ilyen 8-10%-kal fog növekedni a díj. Mindenféleképpen érdemes megnézni ugye az átkötési díjakat, akik január 1-es évfordulóval rendelkeznek, hiszen nagyon-nagyon sok paraméter van, amit bevezettek a biztosítók. Ezek lehetnek szankciók, illetve lehetnek plusz kedvezmények. Úgyhogy mivel indokolják a díjemelést? A díjemelkedés pedig ugye a hatalmas nagy kár, ami ugye ebbe következik az adott év során, és nagyon magasak lettek a rezsióra díjak, illetve nagyon drágák az alkatrészek, úgyhogy egy-egy pici koccanás is több százezer forintos kárösszeget tehet ki. Említette, hogy nagyon sok a káresemény, ez évekre visszamenően ekkora emelkedést mutat? Igen, tehát a károk száma is folyamatosan növekszik, valamint az, hogy egy-egy kárösszegnek az értéke óriási összegeket emészt föl, és ugye ezt valahol ki kell termelni a kötelező díjának. Ez azt jelenti, hogy több a nagyértékű autó az utakon ma, mint 10 évvel ezelőtt?
Tehát van természetesen nagyobb értékű is, vannak kisebb értékűek is, de ugye itt mindig azt kell megnézni, hogy a rezsióradíj és ugye az alkatrészpótlás, az ugye akár eljuthat odáig is, hogy akár gazdasági totálkáros lesz egy autó nagyon hamar. Érdemes-e évről évre újra kötni a kötelezőt, vagy jobban járunk, hogyha hűségesek maradunk az eredeti biztosítónkhoz? Én azt szoktam mondani, hogy mindig meg kell nézni, minden évben célszerű megnézni azt, hogy lesz-e kedvezőbb díj, hiszen annyi plusz kedvezményt adnak már most a biztosítók, és annyira küzdenek ugye, hogy minél jobb díjat tudjanak a jó ügyfeleknek kínálni, hogy aki kármentes, bónusz 10-ben van, régebb óta van jogosítványa, tehát egészen kedvező díjakat is el lehet érni. Viszont aki károkozással indul, tehát az elmúlt 3-4 évben okozott kárt, ott viszont nagyon-nagyon magas pótdíjszorzókat is el lehet érni. Tehát mindig meg kell néznünk azt, hogy van-e kedvezőbb a piacon. Azért én azt gondolom, hogy nem csak a díj az, amit figyelembe kell venni akkor, amikor biztosítót választunk. Meg kell néznünk azt is, igen, hogy mi van a háttérben. Hogyha esetlegesen összekombináljuk azzal, hogy a kötelező mellé kaszkó terméket is választunk, vagy esetleg a lakásbiztosításunkat is oda visszük ahhoz a biztosítóhoz, akkor célszerű egy csomagban gondolkodni. Itt a kötelezőből is még plusz kedvezményeket lehet elérni, illetve a másik termék választásánál is plusz díjkedvezményeket kaphatunk. Tehát mindig célszerű igen olyan biztosítót választani, ahol van képviselet, van kárrendezés, és tudok kihez fordulni. Rugalmasság nagyon fontos, hogy minél hamarabb hozzájussak a pénzhez, az ügyintézés hogyan zajlik? Ügyintézés most már ugye így az internet világában pillanatok alatt be tudunk egy kárt jelenteni, akár az ügyfél online, vagy hozzánk be jön az irodába, vagy telefonon keresztül felvesszük a kár bejelentését, és tényleg azt lehet mondani, hogy 1-2-3 munkanapon belül már az a tapasztalat és a visszajelzés az ügyfelek részéről, hogy megkeresi a kárszakértő, elindul a folyamat, és tényleg, hogyha problémamentes az ügy, akkor megtörténik elég hamar a kárkifizetés. Mennyire jellemző a mulasztás, tehát amiről a bejátszásban is szó esett, ez a bizonyos fedezetlenség, elfelejti megkötni az autó tulajdonos a kötelezőjét? Nagyon gyakori. Azt lehet mondani, hogy 10-ből 8 esetben előfordul. Tehát az emberek abban a tudatban vannak, hogyha én megvettem a gépjárművet, akkor még a másik kötelező biztosítása jó, aztán majd, ha én átiratom az okmányirodába, akkor tulajdonképpen onnantól kell nekem biztosítással rendelkeznem. Ahogy ugye ráírjuk az adásvételére a dátumot, óra, percet, onnantól kezdve nekem kell új tulajdonosként, vagy új üzemben tartóként biztosítást kötnöm. Ha nem teszem meg, akkor ugye fönnáll annak a veszélye is, hogyha történik egy károkozás, akkor fedezetlen vagyok, és ugye ezt sajnos zsebből kell kifizetnem. Hogyan történik ez, és mennyi a fedezetlenségi díj? A fedezetlenségi díj ugye attól is függ, hogy milyen az autónak a kilovattja, a teljesítménye, tehát ez elég széles skálán mozog, hogy ezt mindig az adott autóra kell megnézni, tehát ezeket a kalkulátorok már nagyon szépen kiszámolják, hogyha 1-2-3-4 nap eltelik, akkor mennyi az az összeg, amit be kell fizetni a pluszban az ügyfélnek, viszont a tapasztalat az, hogy nagyon magasak ezek az összegek, mondjuk az éves díj arányához képest. Tehát nagyon oda kell erre figyelni, hogy ahogy én az adásvételére ráírtam azt a dátumot, akkor tényleg azon a napon kössem is meg, akár online, akár keressem föl a biztosítási ügyintézőmet, vagy valahogy oldjam ezt meg, és ténylegesen figyeljek erre oda. Hogyan tud segíteni nekem az internet ma? Az interneten ugye már most bármit el tudunk érni, tudunk kalkulálni, számolni, meg is tudjuk kötni a biztosítást. Nagyon hamar elérhetőek most már ezek, úgyhogy nagyon sokan úgy jönnek be hozzánk ügyfélként, hogy már kiszámolták, van tudomásuk arról, hogy lesz kedvezőbb díj, és a mi segítségünket próbálják megkérni abban, hogy ugye ne neki kelljen ezen a folyamaton végigmenni, hogy nyomtatni, szkennelni, hanem bejön, aláírja a papírokat, és megy minden a maga medrében, de hál' Istennek tájékozottak az emberek is, és tényleg nagyon sokan úgy jönnek be, hogy már tudják azt, hogy mit szeretnének. Mekkora rohamra számíthatnak a biztosítók? Hát én azt gondolom, hogy azért még mindig nagyon sok az érdeklődő, tehát nekünk is már egész nap csörgött a telefon bent az irodába. Ugye ma még a tarifáláshoz azt mondom, hogy még én mindig azt szoktam mondani, egy napot még várjunk azzal, hogy megkötjük, mert azért még ugye itt a rendszereknek be kell állni a teljesen jól működőre, de vannak. Tehát főként azért november közepétől az szombati munkarendet is jelent nálunk, tehát nagyon sokan vannak. De tulajdonképpen november 30-áig kell jelezni azt a biztosítónak, hogy újat szeretnék kötni, ugye? December 1-ig, mert ugye 30 nap van a rendelkezésére az ügyfeleknek, tehát december 1-ig még fel tudjuk mondani a biztosításunkat, onnantól kezdve már erre nincsen lehetőség, ha január 1-es az évforduló, vagyis a szerződés kezdete.
Kulcsár Viktória, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt ma este.